A következő film, amiről beszélni fogunk, ugyanúgy megrángatja lelkileg az embert, mint a Saul fia. Csak itt nem azért, mert egy annyira komoly témáról beszél a film, hanem sokkal inkább azért, mert miközben az ember a filmet nézi, közben arra gondol, hogy mennyi minden mást is csinálhatna. Ez a film pedig a Megdönteni hajnal témát. Ennek a filmnek a humorfaktora főképpen abban merül ki, hogy Bögőcs hányféle hangsúlyozással tudja kimondani a megdugni szó összetételt, és a film sem szól sokkal többről. A probléma a filmmel, hogy ilyenkor már készültek azért jobb magyar közönségfilmek, ez a film pedig megpróbálta a magyar filmet visszarántani a Sas Tamás szintre, szerencsére azért nem sikerült, de mondjuk volt egy másik ilyen próbálkozás is, a Coming Out című borzalom, ami még skifinek el is ment, aki nem tudná, arról szól a film, hogy egy meleg fickót elüt egy motoros, aztán ezután meg nem lesz meleg. Szóval skifinek tényleg tökéletes, csak az a baj, hogy a kivitelezés borzalmas és nem skifinek készült. De térjünk csak vissza Megdönteni hajnal témát című csodálatos műremekre. A sztori röviden annyi, hogy főhősünk házasodni készül, amit Bögős fel is vesz a mobiljával, és azzal fenyegetőzik, ha nem hozza vele össze ugyanazt a nőt, akkor meg fogja osztani a felvételt. Szóval a sztori sem valami erős. A humorfaktorral lehetett volna még kísérletezni, viszont sajnos kimerül abban, hogy Bögőcs a dugásról beszél folyton. Ezen kívül a többi karakter is teljes mértékben értéktelen, és a film az egyediséget pedig messziről elkerüli, nem úgy, mint következő filmünk, a Liza a rókatündér. Na ez a film engem nagyon meglepett, mert mikor először láttam, nem nagyon tetszett, de azért nem, mert nem értettem meg. Megnéztem a filmet és azt éreztem, hogy ez egy Wes Anderson film koppintás, aztán egy kicsit gondolkodtam a filmen, és rájöttem, hogy ez egy rohadt jó film, mert egy tökéletes ötvözete a művészfilmnek és a közönségfilmnek. A film elsőre csak egy fantasy vígjáték, viszont, ha belegondolsz, egy nagyon nyomasztó és drámai helyzet van benne. Viszont a film ezt egy olyan könnyed módon közli, hogy bárkinek a számára élvezhető. És ami még nekem különösen tetszett a Lizában, ami magyar filmekben általában azért nem szokott nekem bejönni, a zenéje. Eleinte fülbemászó és vicces, aztán meg a végére már éppen, hogy nem irritálja az ember. És ne kapjak ideg faszt! Ezen kívül a Liza a rókatündér remekül is néz ki, és nem csak az operatőri munka, meg a szépen megcsinált animáció, hanem a filmnek a színei egyszerűen végre nem egy ilyen 4-5 alapszínből álló filmet látunk, hanem ahol minden szín egy kicsit erősebb. Viszont egy probléma van a filmmel, az pedig, hogy nem minden poénja üt. De amik működnek, azok tényleg jók. Én amúgy nem merném 100%-osan vígjátéknak nevezni, de lehet a filmen nevetni. Szóval ez egy olyan magyar film, amit bárkinek tudnék ajánlani, aki elmúlt 15 éves, mert 15 év alatt nem nagyon lehet megérteni a filmet. Következő film, a Viszkis. A Viszkisről csináltam már kritikát, de arról a videóról jobb inkább elfeledkezni. Igazság szerint ez a film volt az, amivel Antal Nimrod visszatért Magyarországra, és újra tudott egy jó filmet csinálni, mert valljuk be, azért a Predators az nem volt valami nagy eresztés. És amikor elsőre láttam a Viszkist, ez sem ütött akkorát, de újra nézve nagyon drámai volt, és egy iszonyat izgalmas akciófilm, és az érdekesség, hogy elég kis költségvetésből készült, de ez nem látszik meg rajta. Ráadásul egy évben a kincsemmel, ami meg az nem látszik meg, hogy hatalmas költségvetésből készült. Ezen kívül Szalai Bence remekül játssza el Ambrus Attilát, még úgy is, hogy nem annyira hasonlít rá. Az operatőri munka egyszerűen pazar, és a filmnek az atmoszférája olyan, hogy miután végignézte a filmet az ember, még egy kicsit vele marad az a hangulat. Ezen a filmen látszik a belefektetett idő, a beleölt munka. Én mondjuk örülnék egy órával hosszabb rendezői változatnak. A következő filmünk viszont nem közönségfilm lesz. Talán néhányan már ki is találhattátok, hogy Szász János új filméről, a Hentes kurva és a félszeműről lesz szó. Ezelőtt a film előtt magyar filmet még ennyire nem vártam. A Hentes, a kurva és a félszemű egy igaz történetet dolgoz fel,
Kudelka Ferenc meggyilkolását. Az érdekesség az, hogy minden színész azt nyilatkozta, hogy iszonyatosan élvezte ezt a forgatást, ami azért érdekes, mert egy elég sokkoló filmről van szó, és Hegedűs D. Géza 20 kilót felhízott a film kedvéért, Grillos Zorka rengeteget mutogatja magát a filmben. Oh, yeah. Itt a színészek konkrétan átváltoznak azzá a szereplővé, akit játszanak. Én nekem a film közben egyszer sem fordult meg a fejemben, hogy itt most színészek vannak előttem, hanem például a Hegedűs D. Gézára, ha ránéztem, én nem Hegedűs D. Gézát láttam, hanem Kudelka Ferencet. És ezek az emberek mind ijesztően néznek ki. Ahogyan az egész film, sokan nagyon kritizálták ezt a filmet, hogy unalmas, meg alig történik benne valami, de szerintem ez nincs így. Igen, kicsit lassú film, de ez valamennyire indokolt is, mivel valamennyire a régi filmek stílusát hozza vissza, ezt már nyilván a fekete-fehér kép is alátámasztja, és igen, ahogy ez a film kinéz, az valami elképesztő. Hiába fekete-fehér a kép, és nincs egyetlen effekt a filmben sem, így is megnézel egy felvételt a filmből, és tapintható a feszültség a levegőben. Aztán a végére szintén egy művészebb, mondjuk inkább úgy, hogy szerzőibb, hagyjuk ezt a művészfilm dumát, mert kicsit már tele van vele a hócipőm. Szóval egy szerzői filmet hagytam 2014-ből, ez az Utóélet című filmdráma. Mikor végignéztem az Utóéletet, egy gondolat volt a fejemben, hogy ez a magyar filmeknek a non plus ultrája. És ez idáig velem van ez a gondolat. Én ennyire még szerintem magyar filmet nem élveztem. Viszont fontos megemlíteni, hogy nem könnyű megérteni, és aki nem szereti a fekete humort, az ezt a filmet sem fogja élvezni, de akit elkap a hangulata, annak nagyon tetszeni fog a film. Azon kívül itt is a fekete humorral tökéletesen vegyítik a drámát, csak egy jóval melankolikusabb műről van szó, mint az isteni műszak. A történet röviden annyi, hogy fősünk visszatér egy vallási közösségbe a gyógypedagógiáról, és pár napra rá az apja meghal, és szépen fokozatosan kiderül, hogy ebben a vallási közösségben sem szent senki. Ebben a filmben nincsenek pozitív és negatív karakterek, és nem ad válaszokat, és ez így van jól. A filmben lévő kérdéseket neked kell, kedves néző, megválaszolni. Ha nem szereted az ilyen filmeket, akkor nem tudom ajánlani az Utóéletet, viszont ha szereted az agyadat kicsit megmozgatni egy film után, akkor az Utóélet a te filmed. És a videó végén szeretnék pár mondatot szólni egy sorozatról, az Aranyéletről, ami meglepő módon egy magyar sorozat, viszont kihozza a benne játszó színészekből a maximumot, és egy nagyon izgalmas történettel kedveskedik a nézőknek, rengeteg fordulattal. Elint egy magyar szopránoszként indult, viszont valami sokkal másabbat hozott ki belőle, és ennek így kellett történnie. Köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, ha tetszett, akkor lájkold, ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel, Facebookon Archannel Magyarországként találsz meg, Instagramon pedig Jaki mondta, akinek következ, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!